Folytatjuk a hírórát a kiemelővel, jó estét kívánok! Mai magazinunkban Finta Zita, a Kecskeméti Neumann János Egyetem kancellárja lesz az első vendégünk, akivel az Edukáció 2019-es kiállításról és az egyetem következő nyílt napjáról beszélgetünk. Aztán megmutatjuk azt, hogy hol áll hazánk a magányosok listáján, majd érkezik további vendégünk is, Miklósné Faragó Csillával és Kuna Lajossal. A 125 éves M. Bodon Pál alapfokú művészeti iskoláról beszélgetünk, és arról, hogy hogyan sikerült a hétvégi flashmobjuk, amelyet itt teljes egészében be is fogunk mutatni a kiemelőbe. Kezdünk, tartsanak velünk! Véget ért az Edukáció 2019 kiállítása a budapesti Hungexpon. A standok között képviseltette magát a Neumann János Egyetem is. Finta Zita kancellárt köszöntetem a stúdióba. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kancellárasszony, ha kimegyünk egy-egy ilyen fesztiválra, akár az edukációra, általában a kecskeméti cégek, intézmények látványosan képviseltetik magukat. Hogyan sikerült önöknek ez most? Azt gondolom, minden ilyen fesztivál egyszerűen varázslatos hangulatot teremteni. Csütörtöki napon voltam fönt a kiállításon, ugye ez csütörtök péntek szombaton zajlott az edukáció kiállítás. Azt gondolom, most az idén is hozta ezt a hangulatot, amit vártunk tőle, illetve hozta azt a látogatószámot, ami nekünk nagyon fontos, amiért megéri kiállítanunk, hiszen így tudjuk azt az üzenetet közvetíteni a felénk érdeklődő középiskolás tanulóknak, illetve az ő szüleiknek, amely szükséges ahhoz, hogy döntésüket meg tudják hozni. Keresik az egyetemet a diákok? Például az itteni nyílt nap, vagy akár az edukáció kiállításra hívni kell őket, vagy jönnek maguktól is? Én úgy látom, hogy az elmúlt egy-két évnek a terméke az, hogy nagyon népszerűek lettünk. Hála jó Istennek, keresik az egyetemünket, keresik azokat a szakokat, amelyeket mi tudunk kínálni. Én azt gondolom, hogy minden kecskeméti karunk nagyon népszerű. Ez megmutatkozott ezen az edukáció kiállításon, és több mint 4000 érdeklődő kereste meg a standunkat, illetve a tavalyi év végén megrendezett nyílt napunk is ezt a mutatót hozta. Úgyhogy most nagy érdeklődéssel várunk szerda elé, hiszen az a következő, illetve ennek a beiskolázásnak az utolsó nyílt napja. Beszélünk majd még a nyílt napról, és azt mondjuk már el, hogy melyek a legnépszerűbb szakok, vagy amelyekre még most is akár ezen műsor keretében felhívna a figyelmet. Hát ami nagyon fontos, azt gondolom, ami eddig is meghirdetett szak volt a egyetemünk által kínált portfólióban, azok ezután is megjelennek, és két olyan új szakunk lesz, amely 2019. szeptemberétől lesz elérhető. Ezek az egyik a GANFON fog megjelenni, üzemmérnök informatikus szak. Ez az eddigi mérnök informatikus szaknak lesz egy új válfaja. Nyilván nagyon sokban hasonlít hozzá, ugyanakkor sokkal inkább gyakorlatorientált képzés lesz ez. A korábbi 7 fél éves képzéssel szemben ez 6 fél éves képzés lesz, illetve a gazdaságtudományi karunkon fog megjelenni a tavaly megkérdetett 3 alapszakunk mellé egy negyedik alapszak is most már, kereskedelem marketing szakon. Ugye szerdán lesz a nyílt napjuk, javítson ki, ha tévedek, szerdán lesz a nyílt nap. Szerintem 3 alapvető kérdés, ami miatt ide személyesen eljönnek a diákok és a szülők, a duális képzés, a lakhatási lehetőségek, illetve különböző ösztöndíj nyújtotta szolgáltatások. Gyerünk sorba ezeken a lehetőségeken. Nézzük, amiért érdemes a mi egyetemünket választani, nyilván ezekről érdeklődnek majd a hozzánk látogatók, ugye kollégiumi férjek. Azt gondolom, hogy Kecskeméten 100%-ban ki tudjuk most szolgálni az ilyen igényeket. Kecskeméten 660 férőhelyünk van kollégiumokat illetően, ez 3 épületre tevődik, 2 található ezek közül Homokbányán, illetve egy a városközpontban a Lővei kollégiumunk. Igaz, hogy a 2 homokbányai kollégium az gyakorlatilag kicsit kintebb van a városközponttól, ugyanakkor aki most arra ellátogat, látja, hogy ez egy nagyon-nagyon fejlődő városrésze Kecskemétnek, tehát azt gondolom, az is egy nagyon jó hely lesz kollégiumi szempontból. Másik 2 szempont, amit még figyelnünk kell, ugye az egyik nagyon fontos az ösztöndíj rendszerünk. Az állami ösztöndíjak mellett, ami minden egyetemen, illetve minden felsőoktatás intézményben megtalálható, vannak speciális ösztöndíjaink. Ezek az ösztöndíjak, említem a kisebb összegűekkel, például Kecskemét város ösztöndíja egy nagyon kiemelt ösztöndíjunk, illetve uniós projektekből is fel tudtunk építeni néhány ösztöndíjat, például sportösztöndíjat, vagy pedig az Agrár Innovációs Fiatal Kutatók ösztöndíját.
de ami a legnépszerűbb ösztöndíjunk, az a gazdaságtudományi területen megjelenő ECO ösztöndíja. Ugye ez azért nagyon fontos, hiszen a gazdaságtudományi képzési területeken államilag meghatározott minimum létszám, minimum ponthatárokkal lehet bekerülni a felsőoktatási intézményekbe, és ezek még mindig nagyon magasak. Azért mondom, hogy még mindig, hiszen az elmúlt két évnek a tendenciája, hogy csökkentették a gazdasági területekre a ponthatárokat. Tehát ez azt jelenti, hogy 2019. szeptemberében talán egy kivételtől eltekintve 400 pont lesz, amit központilag meghatároztak ponthatárokat. A nemzetközi gazdálkodás, amit én néztem, ami 420 pont lesz, de azok ezért még mindig nagyon magas pontok. Tehát aki önköltséges hallgató lesz, nagyon fontos, hogy megfelelő ösztöndíjjal tudjuk támogatni az ő költségeit. Ezek az ECO ösztöndíjak, amelyeket a Pallas Athéné alapítványok jóvoltából tudunk finanszírozni. Ponthatárokhoz tudjuk kötni, van két nyílt ösztöndíjunk, illetve egy középiskolai igazgatók ajánlásával történő bekerülési lehetőség. Az igazgatók részére most küldjük ki ezeket az ajánlási adatlapokat, ők 300 és 350 pont között ajánlhatnak. Az ECO alapösztöndíjunkra 350 pluszos ponthatárral lehet bekerülni, illetve van egy ECO kiemelt ösztöndíjunk, ahova pedig 400 pont fölött lehet bekerülni. Ezt így most hallgatva, ezek elég jól elérhető lehetőségek, tehát nem tűnik olyan lehetetlennek. Duális képzés. A harmadik nagyon nagy erényünk pedig az a duális képzés, amelynek ugye Kecskemét a Fellegvár, ahol elindulhatott Magyarországon a duális képzés. Nálunk ugye a német mintára indítottuk el a duális képzést 2012-ben, tehát már megfelelő gyakorlattal is rendelkezünk. 2019. szeptemberére 44 céggel írtunk alá duális együttműködési megállapodást. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden érdeklődő hallgatónk, aki szeretne duális képzésben részt venni, megtalálja a megfelelő szakot és a megfelelő céget. Ami nagyon fontos, hogy ha valaki duális szakra szeretne jelentkezni, ne csak hozzánk adja be jelentkezését, hanem meg kell keresnie az érintett cégnél is a megfelelő jelentkezési formát, és oda is be kell adnia a felvételét. Ezeken a rendezvényeken a duális képzésnek azt a hosszú távú koncepcióját is bemutatják, ugye, ami valamilyen szinten arra hivatott, hogy ne csak a tanulmányokra koncentráljon a fiatal, hanem valamilyen szinten a pályája, a munka pályája elkezdését is. Mi a tapasztalat? Akik ide érkeznek, úgy is terveznek, hogy ők utána is itt maradnak a városban? Mindenképp itt maradnak, én azt gondolom, ez is ösztönzi ezt a lehetőséget. Mind az edukáció kiállításon, mind pedig a nyílt napokon meg szoktuk hívni a duális partnereink közül is jó néhány együttműködőt, például a Magyar Nemzeti Bankot, a Mercedes-t, a Hiltit, a Knorr-Bremzét, vagy sorolhatnám még ezeket a cégeket, tehát szerdán is itt lesznek az egyetemünkön a duális partnereink közül jó néhányan, akiktől egyenes kérdéseket is feltehetnek az érdeklődők, tehát nem csak tőlünk egyetemi kollégáktól, oktatóktól, hallgatóktól kérdezhetnek, hanem a duális partnereinktől is. Műsoridőnk lejárt, tehát akkor ha összefoglalnánk az üzenetet a hallgatóknak, akkor az, hogy van elég kollégiumi hely, jöjjenek bátran, illetve nagyon komoly ösztöndi lehetőségekkel érkezhetnek a nyílt napra. Hol tudnak még tájékozódni ezekről a dolgokról? A honlapokon, nyilván a mi egyetemünk honlapján, illetve a felvi.hu honlapon. Fintez itt a kancellárasszonynak köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm szépen. Folytatjuk a kiemelőt. Új népbetegségként jelent meg a magány. Egy felmérés is készült, ahol az európaiak arányát vizsgálták meg abban a tekintetben, hogy hol élnek a legtöbben, ahol az emberek nem tudják megbeszélni a gondjaikat. A magányosok listáján 32 országból hazánk a 28. helyen áll. A modernkori betegségről dr. Domján Mihály tanácsadóval, szakszpszichológussal és családterapeutával kolléganőnk Molnár H. Boglárka beszélgetett. Minden ember életében van olyan periódus, amikor magányosnak érzi magát. Ilyenkor úgy gondolhatjuk, hogy nincs kivel beszélgessünk, nincs kire számítsunk. Azonban nem is sejtjük, hogy a magány milyen súlyos problémákat, tüneteket okozhat. A témáról pedig dr. Domján Mihállyal, szakpszichológussal fogunk beszélgetni. Üdvözlöm! Először tegyünk különbséget egyedüllét és magány között. Természetesen én is éreztem már magamat úgy, hogy egyedül vagyok, de mégis van különbség a kettő között. A különbség az az érzések és a gondolatok terén van, tehát akkor, amikor az embernek feszültséget érez, szomorúságot, tehát negatív érzései vannak, illetve vannak olyan negatív gondolatai, hogy nem számíthatok senkire, nem kellek, nem fog sikerülni, az egész élet én ellenem van, tehát valahol azt lehet mondani, hogy az ember a múltban él, valami történt vele a múltban,
ami nem tudott átjutni, ami miatt önmagát vagy a másik embert okolja, és ez nem biztos, hogy ez a múltbeli dolog egyébként kristálytisztán jelen van a jelenben, de mindig feljön újból, és hogy az ember bezárja önmagát ebbe a magányba. Az egyedül létnél viszont, hogy jó érzéseim és jó gondolataim vannak, végre egyedül vagyok, végre tudok olyan dolgot csinálni, amihez nem fog a másik ember belezavarni, tehát hogy jól olvasni tudok, vagy bármi olyan dolog, ami tanulni, amivel az érdeklődésem mentén ki tudok teljesedni. És igenis, hogy szükségünk van néha egyedül létre, átgondolni önmagamban, hogy mit gondolok, mit érzek, mifelé szeretnék menni, főleg így év elején is. És akkor nézzük, hogy milyen tünetekkel jár a magány. Ugye említettük, hogy eléggé súlyos panaszokat okozhat ez az érzés. Természetesen, hogy van, akinél egy harag, egy szorongás, feszültség, a depressziónak a jelei, hogy elhanyagolom magam, otthon maradok, már ki se akarok menni az utcára. Tehát, hogy ez egy ilyen széles spektrum, és sokszor azt se felejtsük el, hogy egy nagyon kívülről színes életet élő ember, akár egy párkapcsolaton belül érezheti, talán azt lehet mondani, a legnagyobb magányt. Tehát az, hogy nem kellek, nincs rám szükség. Tehát ez nem feltétlenül a külső csillivilli vagy a mozgalmas élet, hogy mondjam, tehát attól még, hogy azt élem, még lehetséges, hogy pontosan én vagyok a legmagányosabb ebbe a családba, és hogy nem beszélek róla, nem osztom meg, nem lépek. Mit tegyünk akkor, amikor magányosnak érezzük magunkat? Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mit tudunk-e tenni ezzel az érzés ellen? Számos szintje van egy magánynak, de akkor, hogyha még egy enyhébb helyzetben vagyunk, akkor érdemes azt a terápiás kérdést feltenni, hogy attól, hogy szomorú vagyok, vagy feszült vagyok, vagy egy beszűkültebb állapotban vagyok, attól még el tudnék-e menni egy közösségbe, meglátogatni a barátomat, a nagymamámat, tudnék-e egy alkotóklubhoz csatlakozni, vagy egy kiállításra elmenni. Tehát mindenféleképpen az ember emelje fel a telefonját. Ezt szoktam megkérdezni, hogy van-e önnek telefonja. És ha igen, akkor használja, hívja fel a barátait. Persze mindig a kifogások, hogy valaki itt él, ott él, nem tudok róla, már 5 éve nem beszéltünk, de hogy merjünk életet lehelni a kihűltebb baráti kapcsolatokba, rokoni dolgokba, kezdjünk el sütni, főzni, tegyük a dolgunkat, sportoljunk, szuper, tehát az egy nagyon-nagyon nagy terápiás hatás mindannyiunk számára, én is élek vele mind a szorongásra, mind a lelki állapotra, egyensúlyba hozza a sport. Dr. Damian Mihálynak köszönöm szépen az interjút. Fontos tehát kihangsúlyozni azt, hogyha valaki egyedül érzi magát, magányosnak érzi magát, akkor mozduljon ki a 4 fal közül, ismerkedjen meg új emberekkel, vagy ha már idős, akkor pedig csatlakozzon nyugodtan az időseket felkaroló klubokhoz. Idén lett 125 éves a kecskeméti M. Bodón Pál alapfokú művészeti iskola. Az évfordulót egy nagyszabású flashmobbal ünnepelték meg a régi és mostani diákok. Az évfordulóról és az akcióról beszélgetünk Miklósné Faragó Csilla intézményvezetővel és Kuna Lajos részfúvós tanárral. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Jó estét kívánok, mindenkit szeretettel üdvözlünk! Igazgatóasszonyhoz fordulok először, csak jelzem 7 percünk van, gyorsan fussuk át a 125 évet, jó? Viccesen tettem fel a kérdést, de hova jutott el ma az intézmény itt 125 év után? 125 évvel ezelőtt 3 tantestületi taggal alakult meg tulajdonképpen a zeneiskola, az állami zeneiskola, amely ma már az M. Bodón Pál nevet felvette, most pedig közel 800 fő növendékkel és 51 pedagógusnál tartunk, hogy így mondjam, tehát ennyi alkalmazott tanít ebben az iskolában. Hogyha ezen több mint egy évszázad történetét átnézzük, akkor milyen neveket említene meg, akik ebben a sikertörténetben részt vettek? Mindenféleképpen Szent Gáli Gyulát, az alapító igazgatót szeretném, aki 1894. szeptember 1-én nyitotta meg a zeneiskolánkat. 2 nevet említenék még, akik nagyon nagyot tettek tulajdonképpen a múltban. M. Bodón Pál nevét, ugye, mivel viseljük is, őt szeretném kiemelni, ő 39 évig volt az igazgatója az intézménynek, 1910-től kezdődően.
ezért is tiszteletből kapta tulajdonképpen ezt a nevet a zeneiskola, és aki még nagyon fontos, Palotás József igazgató úr, aki 40 évig volt igazgató előttem, az ő tiszteletére pedig a hangversenytermünk lett, M. Bodon Pál hangversenyterem. Elnevezve. Igen. Most, mint pedagógust kérdezem, Kodály városában ma nehéz megszólítani a fiatalokat, és nehéz a zenevilágába, a komoly zenevilágába invitálni őket? Kodály városában annyira nem, de azért érezhető országos szinten, hogy egyre nehezebb a klasszikus zene iránt érdeklődéket bevonzani, az alapfokú művészeti oktatásba pláne. Ezért is gondolkodtunk a filmzene projektünkön, hogy úgy nevezzük. Ez egy kikacsintás tulajdonképpen a mi profilunkból, de úgy érezzük, hogy ezzel tudjuk bevonzani a mai modern gyerekeket az iskolába. Ugye, ha már említette a filmzenét, akkor térjünk is át erre a hétvégi, már sokat emlegetett flashmobra, és utána majd még beszélgetünk a következő egyéb programjairól. Kuna tanár úrhoz fordulok, ugye, ha jól tudom, akkor az ön szervezésében vagy az ön fejéből pattant ki az az ötlet, hogy a Malom Központot egy kicsit felforgassák a hétvégén. Mi történt pontosan? Egyébként majd meg fogjuk mutatni. Igen. Azt találtuk ki, hogy az egyik filmzenekoncert anyagát, a Trónok harcát adjuk elő a teljes apparátussal. Ez közel 200 embert jelentett. Én azt nagyon féltem ettől a kihívástól, és nagyon féltem attól, hogy ez hogy fog sikerülni, és hogy fog valójában megtörténni. Nem játszott, egyrészt nem csináltunk még flashmobot soha, nem játszottunk még a Malomba, ennyi emberrel nem játszottunk még együtt, és ezekkel az emberekkel sem sikerült még játszani egy ilyen nagy téren. Nagyon nagy volt a kihívás, de én azt gondolom, hogy maximálisan jól sikerült. Hogyan fogadta a közönség? Hát ováció volt. Háromszor játszottuk el, és egyre nagyobb sikerrel. Általában ez tényleg egy ilyen garantált siker. Én, hogyha a saját élményeimből indulok ki, akkor tényleg egy ilyen extázis hangulat alakul ki. Én a Múzeumok éjszakáján, a Bozsók kertben minden évben ott vagyok, és végignézem az ehhez hasonló produkciókat. De én azt veszem észre, hogy a zenészek is ilyenkor egy kicsit úgy más hangulatba kerülnek, úgy feltüzeli őket az a reakció, amit a közönség ilyenkor azért megmutat nekik. Ez így van. A filmzenének én óriási jelentőséget tartok, annak ellenére, hogy mi komoly zenét tanítunk, és komoly zené alapokkal játsszuk ezeket a filmzenéket, az a jelentősége, hogy ezeket a zenéket mindenki ismeri, és mindenkinek kapcsolódik valamilyen érzés, érzelmi élmény ezekhez a filmekhez, tehát ismerősként, mint egy slágerként üdvözlődni, de mégse egy olcsó slágerek ezek, valljuk őszintén, akár bármelyik Williamsről, vagy Star Warsról, vagy akár a Trónok harcáról is gondolunk, ezek azért komoly zenei alapokon született művek, és értéket képviselnek. Tanár úr, erre hogy lehet készülni? A flashmobnak az a lényege, hogy ott nagyjából a résztvevőkön kívül senki nincs beavatva. Tehát aki éppen ott vásárol, az nem tudja, hogy hamarosan egy koncertnek a részese lesz. Hogyan tudnak oda felmonulni? Hogyan tudják azt, hogy akkor barátom, te ide fogsz állni, te a második szinten fogsz fújni? Tehát hogyan tudtak készülni? Igen, hát ez nagyon veszély, nagyon vicces volt. Nagyon jó a kérdés egyébként, mert... Hát nagyon, nagyon udvariasan és nagyon sokan próbáltuk a körülöttünk lévő embereknek elmagyarázni, hogy egy picit ide szeretnénk állni, most ne haragudjon, de nem értette, hogy miért. És akkor egy-két szülőt, aki a gyerekét kísérte, azt kértük meg, hogy ott egy kicsit állják már az utat, és hogy ne menjenek keresztül a forgatáson. Szóval... Nem volt egyszerű. De mindenképpen egy jó hívó szó ez, és egy jó felütése volt annak a programsorozatnak, amit most elkezdenek. Ugye elindul egy 125 éves jubileumnak a megünneplése, milyen programokat terveznek a következő egy évben? A következő egy évben lesznek kiállításaink, a múltból lesz kiállításunk, illetve Palotás József igazgató úrt felkértem, hogy egy előadás sorozatot tulajdonképpen adjon nekünk, illetve az egész kecskeméti közönségnek, akit érdekel a zeneiskola története. Vannak olyan kollégák, akik más művészeti ágon is sikeresek, ebből lesz majd kiállításunk, és természetesen a záró koncert is egy nagyszabású koncert lesz,
az a következő tanév májusára van már tervezve egy tanári, illetve volt diák hangverseny. Tehát komoly zene, azt mondhatjuk, hogy igen, minden mennyiségben lesz. Igen. Ha már egy intézményről, egy oktatási intézményről beszélünk, akkor valamilyen szinten használjuk már ki most a nyilvánosság lehetőségét is, illetve az évfordulót is arra, hogy mit üzennek azoknak, akik mindig azt gondolják, hogy már késő, mondjuk az olyasfajta laikusoknak, mint én vagyok, hogy mikor érdemes elkezdeni zenét, vagy bármilyen hangszeren való játszást megtanulni? Minél előbb. Tulajdonképpen, ahogy Kodá is mondta, hogy már a születés előtt 9 hónappal kezdődik meg a zenei oktatás tulajdonképpen, de sosem késő bekapcsolódni. Én azt vallom, hogy tulajdonképpen felnőttként is el lehet kezdeni zenét tanulni. Lehet, hogy kicsit nehezebb már a képességeket úgy fejleszteni, de van, akinél könnyebb. Tehát ez embere válogatja, hogy ki hogy veszi az akadályokat. Aki érdeklődik ez iránt, az a már említett programokon részt vett? Tehát ezek a programok a kecskemétieknek is szólnak, vagy inkább csak az intézmény résztvevőinek nem, a programjai? Nem, természetesen egész Kecskemét városának szól tulajdonképpen minden programunk. A részletes programokat hol tudják majd megtalálni az érdeklődők? Van egy honlapunk, mbodompálzeneiskola.hu, illetve van egy Facebook oldalunk is, a Kecskeméti mbodompálzeneiskola. Ezen minden információ meg lesz találva. Meg lehet találni. Jó. Tanár úr, Kona tanár úr, terveznek-e? Itt előttünk most már jön a tavasz, tavaszi fesztivál, szabadtéri programok. Egy picit lehet, hogy a bogarat szeretném beleültetni a fülébe. Hasonló flashmob? Nagyon jó a kérdés. Ugyanis ez már kicsit elkanyarodik az alaptémánktól, de hát a kérdés kanyarodott-e valójában. Tavaszi fesztivál kapcsán készülünk egy nagyszabású fuvószenekari hangversennyel, a Városi Fuvószenekarral. 40 éve vagyok a pályán, és ennek kapcsán a tavaszi fesztivál keretén belül megrendezendő fuvószenei koncert erről fog szólni, visszahívom az én saját növendékeimet, azokat a harsonművészeket, jazzzenészeket, akik már nagyok. És most, hogy mondja, lehet, hogy a fuvószenekar is csinálunk egy flashmobot. Hát úgy legyen, mert ez népszerű és egy ütős program. Vendégeimnek köszönöm, hogy itt voltak, és akkor mutassuk meg, hogy mi is az a flashmob.
És folytatjuk a kiemelőt, méghozzá tematikus magazinunkkal, amelyben kisállatokról lesz szó, a Kedvenc című műsorunkat láthatják. Üdvözlöm Önöket! Idén is jelentkezik a Kecskeméti TV kisállat magazinja, a Kedvenc. Január első napjaiban elkoborolt és talált kutyák képeivel telt meg a legnagyobb közösségi oldal. Az állatmentők ezekben a hetekben fáradtságot nem ismerve igyekeznek segíteni a bajba jutott kutyusokon. A Menhely az Állatokért Alapítvány közösségi oldalán keresi azokat a gazdikat, akiket csip segítségével nem lehetett megtalálni. Ennek oka lehet, hogy nincs csip a kutyában, vagy nem regisztrálták a PetVet data adatbázisban. 14 nap után a kutyusok megkapják oltásaikat és ivartalanítják őket. Ezután örökbefogadhatóvá válnak. Einstein január elején ebben a szerencsében részesült, éppen azon a napon, amikor stábunk a Menhelyen járt. Tegnap kereskedtem egy kutyust, mert nekem több kutyám van, és tegnap meghalt egy másik, és akkor helyette vinném. És hát volt egy másik, de azt már örökbefogadták, és akkor őtet megláttam, van ilyen hasonló kutyám. És kis termetőre az a lényeg, hogy kis termetőre legyen, meg cicákkal jó el legyen, mert cicáim is vannak. És hát jött megláttam, és szóval, hogy akkor őtet elviszem. És miért döntött úgy, hogy innen a Menhelyről választ egy kutyát? Hát nekem minden kutyám befogadott kutya. Az uszkár jellegű kutyust eredetileg Hopinak hívták. A Menhely vezetője szerint azért ragadt rá az Einstein név, mert kiemelkedő intelligenciával rendelkezik. Az állat új gazdiak karjaiban először kissé bátortalan volt, de aztán egyre jobban felszabadult. Hát szia! Bizony, hát én leszek az új gazdit nekem. Szobakutyák lesznek. Hát ők bent alszanak. Van nagy kert, udvar, jó idő van, kint vannak. Egyébként megvált velem. A Menhelyen folyamatosan 250 és 350 közötti a kutya létszám, ami nagyon sok. A kennelek telítettek, lassan az udvar legapróbb kis zuga is be van rendezve a kutyáknak. Tavaly évben 339 kölyök és 945 felnőtt kutya érkezett be. Tehát majdnem elértük az 1003-as bűvös számot. Bízom benne és kívánom a gazdáknak, hogy a 2019-es évben kevesebb kutya kerüljön be hozzánk, és aki bekerül, azt az összeset vigye haza a gazda. A január különösen nehéz időszak a Menhely munkatársai számára a szilveszteri tűzijátékozás és petárdázás miatt. Ráadásul idén kiugróan sok kutya érkezett. Az első két nap mérlege 14 felnőtt és 3 kölyök kutya volt. Nem csak elsőjén kezdődött ez a szilveszteri petárdázásos kutyaszökős kedvenc napjaink, amikor tényleg reggeltől késő éjszakáig megyünk és gyűjtjük be a kutyákat, hanem már 29-én, 30-án is elkezdtek tömegesen beérkezni a kóborló állatok. Lehet, hogy egy ilyen elősétálást csináltak, föltérképezték a terepet. 6-8 kutya került be naponta, napi szinten, ami nagyon-nagyon nagy szám, nagyon magas létszám. Ezt a tündéri kutyust éppen akkor hozták be, amikor stábunk is megérkezett a Menhelyre. Őt anno tőlünk fogadták örökbe, itt a Hunyadi városból lakik, és hát úgy néz ki, hogy szeret város nézni, amikor a gazda nincs otthon. Most negyedjére vagy ötödjére van bent, úgyhogy nagyon kedves fiatalember kihozta, hogy találta a Hunyadi városba, leolvastuk a csipet, rögtön felismertem a kutyát, és fölhívtuk a gazdát, aki meglepődött, mert reggel még otthon volt a kutya. A kutyus gazdájával egyből fel tudták venni a kapcsolatot. Azt ígérte, még aznap eljön kedvencéért. De nincs minden kutyának ekkora szerencséje. Nagyon-nagyon sok kutyát ütöttek el, tehát még azért ez nem csöngött le, egy egész januárban rengeteg kutya fog hozzánk bekerülni, amik már régebben elszöktek, és valahogy csak később kerülnek be, később látják meg, később jelzik nekünk, hogy bekerülhessen ide a kutyus, de sajnos nagyon-nagyon sokat ütnek el, igen, és akkor tetemként kerül be, ott is leolvassuk a csipet, ami csipes, ott is értesítjük a gazdát, hogy tudjon róla, hogy sajnos mi történt az állattal. Andrea örömteli tényként említette, hogy 8 éves küzdelmük azért, hogy minden kutyát csippellássanak el és ivartalanítsanak, nem volt hiába való. A bekerült kedvencek nagy részében ugyanis volt csip. Fontos, hogy ellenőrizzük, hogy annak idején az állatorvos regisztrálta a kutyust a PetVet data adatbázisban. Ha ez nem történt meg, a Menhely munkatársai ebben is segítenek.
A télnek nagyon sok szép velejárója van. Gyönyörű fehérbe öltözik a táj, lehet hóembert építeni, vagy akár hócsatázni is. De nem csak az emberek élvezhetik a téli időjárást. A kecskeméti vadaskertben az állatok is bundát cserélnek, és hemperegnek a hóban. Így üdvözölt bennünket a kecskeméti vadaskert egyik szibériai tigrise. Van oka a jó kedvre, ugyanis ez az állatfaj kifejezetten szereti a havat. Vannak olyan állatok is, amelyek teljesen átváltoznak télen. Elsősorban, ami látványos, az a külső változás. Például a sarki rókánál a nyári szürke, vékony bundája helyett most egy gyönyörű hófehér bundát vesz föl. Így a termete majd, hogy nem kétszer akkora lesz, de ez nem abból adódik, hogy meghízott, hanem a bundája sokkal vastagabb, sokkal dúsabb lesz, hiszen ő így védekezik a hideg ellen. Illetve nem is az, hogy védekezik, hiszen lehetősége lenne a kotarékban bent befeküdni. Viszont ha megnézzük nap mint nap, szinte mindig kint van és kint fekszik, mint ahogy a farkas is, és a mögöttünk látható szibériai tigris is. Hógolyó imádja a havat, épp úgy, mint a fehér farkas, ami szintén gyönyörű bundát ölt térre. A vadaskertben számos afrikai állattal is találkozhatunk, akikről úgy tudjuk, hogy a meleget szeretik, azonban például a strucc és az emúk kint futkározik a kifutóban, vagyis nem viseli meg őket annyira a hideg idő. De természetesen akadnak olyan fajok is, amelyek fűtött helységben vészelik át a telet. A vadaskertünkben is nagyon sok afrikai állat található. Struccok, vagy az Ausztráliából az emúk lepe. Ezek az állatok azt gondolnánk, hogy annyira nem szeretik a telet, illetve próbálnak behúzódni, de nem így van. Ha megnézzük, hogy struccok is ugyanúgy kint vannak a havas tájon, vagy ezek a futómadarak is, viszont vannak olyan állatok, a majmok elsősorban, illetve a papagájfélék, illetve a szárazföldi teknősök, amik viszont nem nagyon szeretik, és ezeket az állatokat óvjuk is a hidegtől. Fűtött helyiségekben vannak, illetve például a teknősöket, őket behelyezzük, bevisszük az oktatóterembe, és ők ott telelnek ki. Az oroszlán pedig épp csak kidugja a fejét a melegből, mivel eredetileg ők is az afrikai szavannák éghajlatához szoktak. Ettől függetlenül olykor kimerészkednek a hóba, és ellenőrzik a felség területüket. Nem csak a tartósan alacsony hőmérséklet okozhat gondot télen az állatoknak, hanem az élelemhiány is. Mint megtudtuk, mindig figyelnek arra, hogy ilyenkor energiadúsabb ételeket adjanak a vadaskert lakóinak. Azt gondolnák az emberek, hogy azért költöznek el a gólyák, mert nem szeretik a hideget, nekik nem a hideggel van gondjuk, hanem az élelmiszerrel, tehát nem találnak táplálékot, és ezért is van ez egyébként, hogy nem csak a gólyáknál, hanem minden állatnál egyébként pont a hideg miatt is oda kell figyelnünk a táplálásra. Sokkal dúsabb, vitamindúsabb, energiadúsabb tápanyagokat kapnak ilyenkor az állataink. Nyilván többet is esznek, például a szibériai tigris, amire ismét visszatérünk. Ő például majdnem kétszer annyit eszik télen húsmennyiségből, mint nyáron. Láthatjuk tehát, hogy a legtöbb állat nem jön zavarba a mínuszoktól, sőt vannak olyanok is, akik kifejezetten élvezik a telet. Ennyi volt már a kedvenc, köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra! A híróra végén most összefoglaljuk a mai híradó legfontosabb témáit. Egy percben következik az Esti Gyors. Újra közlekedhetnek az autóbuszok a Szolnoki úti aluljáron keresztül. Az eddig érintett autóbusz útvonalak járatai az eredeti útvonalakon közlekednek, az ideiglenesen meghirdetett 182-es jelzésű vonal pedig megszűnt. 5 megsérültek abban a 3-as karambolban, ami szombat este történt Ágasegyháza és Izsák között. Az egyik sérültet csak feszítővágóval tudták kiszabadítani a tűzoltók.
Tűz ütött ki egy társasház lakásának konyhájában Kecskeméten a Gázló utcában. A tűzoltók kiérkezése előtt két ember elhagyta a lakást, egyiküket a mentők füstmérgezéssel szállították kórházba. A Doni áttörés tragédiájának 76. évfordulójára emlékeztek Kecskeméten. A nagy templomban szentmisével, a II. Világháborús emlékműnél koszorúzással tisztelegtek a Doni hősök előtt. Nagyszabású flashmobbal ünnepelt a kecskeméti M. Bodon Pál alapfokú művészeti iskola. Az intézmény idén lett 125 éves, az évfordulót koncertekkel teszik még színesebbé. Ez volt a Híróra, holnap is várjuk Önöket, 7 órakor kezdünk a híradóval, azután pedig számos érdekességgel, háttérinformációval várjuk Önöket itt a kiemelőben. Kedden is számítunk a figyelmükre, további szép estét, jó tévézést, viszontlátásra!